Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Mizzai Kaland Írta Forró Pál A mű elektronikus változatára a nevezd meg. Így a tovább! 4.0 nemzetközi CCBY és a 4.0 Creative Commons licenc feltételei érvényesek. A hangos könyv a következő elektronikus változat alapján készült. Budapest, Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2015. Országos Széchenyi Könyvtár e-könyvtári szolgáltatások osztálya. ISBN 978 615 5557 385 online. MK 14841. Szavamra mondom, hogy ez a Mr. Gold nem normális. Dörmögte Zsan, a plentás szálloda szobapincéreinek főnöke. Jean úr valamikor többszörös háztulajdonos volt Párizsban, és minden télen Nizzába jött a karnevára, és úgy mellesleg egy kis hazárgyátékra. A karneválozás mindig kitűnően sikerült, a rulett ellenben sokkal kevésbé és Zsan úr Nizzából hazajött, mindig egy házzal kevesebb jelet Párizsban. Mikor az utolsó háza is elúszott, Zsan nem esett kétségbe, nem szegzett revolvert homlokának, nem próbálta megzsarolni a bankot, hanem beállított a plentás szálloda tulajdonosához, aki mély meghajlással kérdezte, hogy mivel szolgálhat. Kedves Megyő úr, Kesztezsan, mondja csak, körülbelül hány esztendeje járok én már magához. Körülbelül tíz éve, ha jól emlékszem. Stimmel! És mit gondol, mennyit költhettem el a szállójában? Remélem, nem veszi túlzásnak, ha azt mondom, hogy 300 ezer frankot. Mösziőrő mindig legkedvesebb és leggavallérabb vendégeim közé tartozott. Hát mit szólna, mecsiő úr, ha azt mondanám, hogy én ezentúl egyáltalában el sem költözöm innen. Boldog volnék a legnagyobb megtiszteltetésnek venném. Akkor is, ha nem, mint vendég, hanem mint szállodai alkalmazott maradnék önnél. Mösziőrő útréfál. Nem én. Az éjszaka ugyanis jogerősen elvesztettem utolsó frankomat is. Arra gondoltam, hogy ennek ellenére sem hagyom el ezt a szállodát, melynek kosztját nagyon megkedveltem és amelynek szokásait, házirendjét, vendégeit éppen olyan jól ismerem, mint akár ön. Azt hiszem, ideális szobapincér lenne belőlem. A modorom kifogástalan és magamról tudom, hogy milyen igényei vannak a pénzes, elkényeztetett vendégeknek hogyan kell bánni velük. E beszélgetés után egy órával Zsan szerződtetve volt a plentás szállodában. Azóta újabb tíz esztendő múlt el és Zsan úgy találta, hogy ezek az évek sokkal nyugodtabbak és derűsebbek voltak, mint az előbbiek. Zsannak már igen komoly tőkéje volt a bankban, a plentásban főleg gazdag amerikaiak szálltak meg, akik nem fukarkodtak a borravalókkal sőt nyíltan suttogtak arról, hogy a mindig elegáns, megnyerő külsejű, elmésen csevegő zsamba már igen sok hölgy lett szerelmes, de Zsan sohasem bocsátkozott gálás kalandokba. Mintha teljesen kicserélték volna. Ő, aki az előtt vagyont költött a nőkre és büszke volt arra, hogy néki voltak a legszebb barátnői és aki könnyelműen a mellény zsebéből rakta az ezreseket a ruletre, most a legjózanabb polgár lett, aki nem törődött a nőkkel, élére rakta a garast és eszébe sem jutott akár csak egyszer is belépni a játéktermekbe. Még egyszer a jelzőtáblára nézett és kétségtelenül megállapította, hogy a tizenkettes számú szoba csengetett tehát csak ugyan megint a fiatal Mr. Gold akar valamit kérdezni. Mikor Zsan Mr. Gold szobájába lépett, a fiatalember remek trikóban írógépe előtt ült és írt. Ha más ember trikót húz magára, a strandra siet, vagy vitorlására száll és a levegőt meg a tengert élvezi. James Gold azonban körmondatokon és jelzőkön törte a fejét, sorokat radírozott ki kéziratából és csak néha vetett egy-egy szórakozott pillantást az ablaka alatt hullámzó színes emberáradatra. Jean meghajolt és azt kérdezte. Parancsol, Mr. Gold. Gold James láthatólag zavarban volt. Mösiőzsan, mondotta, miközben ujjaival idegesen dobolt az írógép asztalkán, bevallom, nagyon szégyellem, hogy ismét szobámba kérettem. Valóban, uraságod ma már negyedszer csengetett be. Minden alkalommal mentegetődött, és azt mondta, hogy már nincsen semmire sem szüksége. Ha talán most is ezt óhajtja közölni. Nem. És kérem, ne tartson sem különcnek, sem bolondnak. Én eddig is nagyon jól tudtam, hogy mit akarok. Csak éppen Izél, nagyon kényes dologban szeretnék felvilágosítást kérni, és nehezen határoztam rá magamat, hogy magához forduljak. Amint tudja, ugyebár regényíró vagyok, illetve most dolgozom élelem első nagyszabású művén. És ezért tetszett Európába jönni? Igen. Kizárólag ezért atyám Edem Gold, a hasonló nevű cég főnöke ugyanis egy percig sem tűrné, hogy a szeme láttára, a tulajdon házában regényeket írjak. Szerinte egyetlen dologgal szabad csak foglalkozni a posztóval. Engem azonban a posztó nem érdekel. Én már gyermekkoromban verseket írtam. És most, húsz éves koromban elhatároztam, hogy megírom első nagy regényemet. Kérdést intéztem a Csikágói Lélekvizsgáló Egyetem Irodalmi Osztályához, hogy a világ melyik pontja a legalkalmasabb a regényírásra, és azt a választ kaptam, hogy az Európai Riviera. A világ legnépszerűbb írói mind ide jönnek hangulatokért. Vesz, só, dekobra és még számosan villákat vásároltak itt. Azt gondoltam, ez lesz nekem is a legjobb start. Nagyon helyesen méltóztatott tenni. És ha szabad érdeklődnöm, halad kérem a regény? Nem. És tudja, miért álltam meg? Mert nem tudok másra gondolni, csak arra a bájos, elegáns hölgyre, aki a huszonhetesben lakik. Minden erőmet megfeszítem, hogy a regény témámra gondoljak, amely egy chikágui konzervgyárban játszódik, és közben folyton elkalandoznak a gondolataim. Minden pillanatban az ablakhoz szaladok és azt lesem, nem jött le a huszonhetes a parkba. Mr. Zsan mondja meg nekem, ki ez a nő. Német bárónő. Özvegy Edelsheim Hanna, Poroszországban birtokai és házai vannak. Mr. Gold kétségbe esett mozdulatot tett. Hát ez borzasztó, kérem. Én azért jöttem Nizzába, hogy regényt írjak, hogy a hősöm és hősnőm útját kapcsoljam össze különböző bonyodalmak után, de nem azért, hogy magam legyek szerelmes. Sajnálom, Mr. Gold, a bárónő amúgy is, ha szabad magam így kifejeznem, foglalt. Ha a fiatal Gold a régi írógárdához tartozott volna, kiesett volna kezéből a Tóle megsemmisítő hír hallatára de mint modern író, nem ejthette a földre az írógépet, hanem csak izgatottan ugrott fel. A bárónő menyasszony. Még nem. Sőt, e pillanatban még csak én tudom, hogy érdeklődik egy nagyon rokon szembes gentleman iránt. Möszi Józsan, ne kínozzon. Mondjon meg mindent őszintén. Ki az a férfi? Szobaszám 20. Második emelet, luxus lakosztály. A neve Gróf Hártvég János. Osztrák mágnás. Két nap előtt érkezett. Kedilek autó. A bárónő ma reggel megkérdezte tőlem, hogy ki ez az úr. És ha egy fiatal, bájos, dúsgazdag özvegy a szálloda szobafőnökétől információt kér egy úriemberrel kapcsolatban, akkor a megnyugtató értesítés folytatása már csak a személyes ismerkedés lehet. Ál. Mit mondtam? Méltóztassék odanézni. nézni. És Jean széles mozdulattal a szálloda parkjába mutatott, ahol e pillanatban fehér teniszruhában a bárónő tűnt fel és mellette teniszverővel a kezében, jókedvűen és élénk beszélgetésbe merülve, elegáns, karcsú, magas termetű, kisportolt testű férfi haladt. Sajnálom, Mr. Gold, jegyezte meg szelíd válvonogatással Jean, de úgy látszik, ön megkésett. Micsoda szerencsétlenség! Kiáltotta kétségbe esetten Gold. Ha nem venné rossz néven, Mr. Gold lenne egy szerény ajánlatom. Talán tessék ezzel az esettel kezdeni a regényt. De Goldnak úgy látszik, egyszerre elment a kedve a regényírástól. Felugrott és lázasan öltözködni kezdett. Mr. Jean mondotta kétségbe esetten, még csak azt az egyet mondja meg, mit gondol, lehet még a dolgon segíteni. A regényekben a legnagyobb meglepetésekre lehetünk elkészülve. És ha az első fejezetben látszólag le is csúszott Mr. Gold, lehet, hogy a következőkben annál nagyobb sikere lesz. A teniszmérkőzés látványosság számba ment. Az ilyen nagyvilági helyen ugyan megszokott dolog, hogy mindenki jól játszik, de olyan remek és éles ütéseket, amilyenekkel a bárónő és a gróf kergették a labdát, még itt is csak legfeljebb a versenyeken lehetett látni. Ja, könnyű azoknak, kik nyakig úsznak a pénzben, és egész fiatalságukat csak a sportnak szentelhetik. Az események egyébként úgy látszik, robbanó gyorsasággal fejlődtek tenisz után vitorlás kirándulásra indultak és kiderült, hogy Hartwig grófa vitorla kezelésben is mester. A bárónő több ízben boldogan gratulált önmagának, hogy milyen jó orra volt, milyen nagyszerűen szimatolta ki, hogy ki az a férfi, akivel legérdemesebb lesz megismerkedni. Pedig ugyancsak elég kísértésnek volt kitéve. De a bárónő okos asszon volt. Elhatározta, hogy nem aprózza el magát. Ezúttal semmi kedve nem volt apró kalandokba bocsátkozni. Hanna bárónőnek már igen bő tapasztalatai voltak ezen a téren. Ismerte jól a férfiakat. Először lobognak, egetföldet ígérnek, azután jön a lassú, de óvatos visszavonulás. Hanna Bárónőt egyébként Kurt Lizinek hívták, görje volt az egyik berlini operetszínháznak, de amikor külföldre utazott, akkor ebből Bárónői rangra emelte magát. A barátjától, Peterson Max nagykereskedőtől elég csinos összeget kapott a nizzai útra, persze korán sem annyit, mint amennyi fényűző életéhez kellett volna, és a bárónő ez idő szerint már egy teljes heti szállodai számlával tartozott. A dolog kezdett igen kínos lenni és Hanna tisztában volt azzal, hogy amennyiben nem tud pénzt szerezni, úgy ennek nagyon súlyos következményei lehetnek. Peterson úrnak nem sürgönyözhetett, mert a derék, gömbölyű emberke a világ legpedánsabb embere volt, aki egy fillérrel sem áldozott többet valamire, mint amennyit előre kiszámított. Ékszereit nem csafadt az állokba, mert azok hamisak voltak. Egyetlen megoldása volt tehát egy új, előkelő, gáláns ismerettség. Legyünk őszinték, Lizinek már lett volna erre módja, de ezúttal egészen sajátságos rögeszméje támadt. Elhatározta, hogy egész életét új, biztos alapra fekteti. 26 éves. Mire vár? Mit remélhet? Peterson nős sohasem veheti el feleségül. Egy napon gutaütést kap az öregedő úr és azután keressen új ismerettséget, amelyik előbb-utóbb szintén csak szakítással végződik. Nem, ennek semmi értelme sincsen. Most van szépsége teljében. Férihez fog menni. Igen, csak egészen komoly, gazdag és olyan úrbarátságát fogadja el, aki nősülni akar. Hartwig Grófról a legjobb információkat kapta. Nőtlen, 36 éves, gyára és birtoka van Ausztriában. Egyébként csak rá kellett nézni, hogy az ember megállapítsa, mi szerint született Nagyúr és Gavallér. Az olyan tapasztalt és jó szemű lány, mint Lizi, meg tudja ezt már abból a mozdulatból ítélni, ahogyan az autóba száll, a táncából, a járásából. Ennél fogva a strandon a nagy gumilabdát egyenesen a gróf fejéhez vágta, aki azt mosolyogva visszadobta. Mind a ketten nevettek, és két perc múlva megismerkedtek. A gróf bevallotta, hogy megérkezése pillanata óta várta ezt a boldog percet. És csak ugyan olyan tűzzel és lelkesedéssel kezdett Lizinek udvarolni, hogy Lizi megrémült kedves gróf úr, mondotta a vitorlás árbocához dőlve, figyelmeztetnem kell, hogy ön súlyos tévedésben van. Hogy érti ezt? Kérdezte megdöbbenve Hartwig gróf. Ön olyan gyors tempóban udvarol nekem, amely ellen tiltakoznom kell. Félek, hogy félreismeri a helyzetet. De kedves bárónő, kétségbe vagyok esve. Lizi nevetett. No, azért a másik végletbe sem kell esnie. Tudja, mi nők, nagyon sokat értünk meg az udvarlás hangjából és tempójából. Mert másképpen lép fel a férfi, aki csak kalandot akar, és másképpen, akinek komolyabb szándékai vannak. Az ön adta ki a kedves gróf úr a kalandot kereső Don Juané. És előre fel kell önt világosítanom, erre nem vagyok kapható talán ostobaság, hogy ezt ilyen őszintén megmondtam. De nem szeretném, ha mindjárt kezdetben hamis vágányra terelődne barátságunk, amelyet egyébként igen kellemesnek találok. Hartwig gróf arca felragyogott. Boldog vagyok, bárónő, hogy ezt megmondta. Ha megenged egy kis bizalmas vallomást, úgy elárulom, nekem is sokkal kellemesebb az a másik, komolyabb hang. És Hártvíg János gróf valóban őszintén beszélt. Az a gondolat, hogy esetleg feleségül veheti Édelszheim Hanna bárónőt, elragadtatással töltötte el. A gróf úr anyagi viszonyai ugyanis pillanatnyilag nagyon ziláltak voltak. Minek tagadjuk, a csőd küszöbén állt. Hitelezői raktak össze néhány frankot, hogy Nizzába küldjék egyenesen azzal a parancsal, hogy ott sürgősen gazdag házasságot kössön. Azt mondták, hogy még ennek az utazásnak az eredményét megvárják. De ha Nizzából is szegényesen tér vissza, úgy szó sem lehet további haladékról, és a már régen esedékes árveréseket irgalmatlanul megtartják. Érthető tehát, hogy a dúsgazdag özvegyel való találkozása szinte álomszerű megoldásnak tűnt fel. Akkor a szerencsét nem is remélt, hogy a nő, akinek segítségével megoldja zavaros anyagi helyzetét, nem csak gazdag, hanem még szép, elmés, minden tekintetben tökéletes lény is. A legkitűnőbb hangulatban szálltak ki a vitorlásból és megállapodtak, hogy este a szálloda haljában találkoznak, ahonnan együtt mennek a kaszinóba. Mikor Lizi halvány lila estéi ruhájában megjelent a szálló előcsarnokában, még a portásnak is tátva maradt a szája. Pedig Emer Louis már elmúlt 50 éves, 30 esztendeje szolgálta Riviera különböző szállodáiban és így már minden eleganciával és szépséggel szemben edzve volt. De Lizi világos szőkesége, sima, habfehér bőre úgy ragyogott, világított, olyan királynői szépségben emelkedett ki a pasztelkék sejmekből, hogy annak nem lehetett ellentállni. Lizi érezte, hogy szép, hogy sokkal szebbnek látszik, mint amilyen valójában is elégedett pillantást vetett a szemközti tükörbe. De ugyanakkor ilyetten rezzent meg. Egy ismeretlen, elegáns fiatalembert pillantott meg, aki közvetlenül a háta mögött állt, és úgy látszott, hogy éppen meg akarja szólítani. Asszonyom, mondotta kényszeredett hangon, melyet olyan reketétett az izgalom, hogy alig lehetett érteni, engedje meg, hogy bemutatkozzam. Nevem Gold. James Gold. Lizi méltatlankodva mérte végig. De uram, mit gondol, hogy merészel? Gold olyan mozdulatot tett, mint aki el akarja vágni a megindult szavak áradatát. Minden tudok, kérem, mondotta gyorsan. Ön özvegy, bárónő és éppen bele akar szeretni egy osztrák grófba. Nagyon kérem önt, hallgasson rám, ne tegye ezt. Megőrült. Kérem, én nagyon jól tudom, hogy nincs időm magyarázkodni. Az ilyen érzelmi kirobbanásoknak igen bonyolult okai vannak és azok ismertetése lehetetlen, mert a gróf minden pillanatban megérkezhet. Kérem, távozzék azonnal! Lehetetlen! Szerelmes vagyok önbe! Ezt sürgősen tudatnom kellett, mielőtt végleg a gróf mellett döntene. Atyám Csikágó leggazdagabb posztógyárosa, én pedig az egyetlen fia vagyok. Regényíról most akartam megírni első könyvemet, de írás közben kinéztem az ablakon, megláttam önt és attól kezdve nem érdekelt a regény. Csak ön. Kérem, bárónő, töltse velem a mai estét. Lizi nevetett. Nem mondom, talán holnap, vagy máskor. De ma teljesen ki van zárva. Jamesnek már nem volt ideje további ostromra, mert a hal hátterében feltűnt Gróf Hartwig. Olyan elegáns volt, a monokli olyan imponálóan ült a szemén, annyi előkelőség árat minden mozdulatából és annyira hódítóan férfias volt, hogy Lizi abban a pillanatban már egészen megfeledkezett James Goldról, aki sírós arccal, kétségbe esetten nézte, hogyan karol a gróf Lizibe és viszi a szálló előtt álló autóhoz. Ki volt ez a fiatal ember? Kérdezte később a gróf. Valami Gold Csikágóból képzelje, szerelmet vallott nekem. De olyan kedves és naiv volt, hogy nem is tudtam komolyan felháborodni. A gróf felfigyelt. Micsoda gold? Nem tud róla közelebbit. Csak nem akarja provokálni. Igazán semmi értelme nem lenne a botránynak. Nem, de szeretném tudni, ki csoda. Azt mondja, hogy az apja a leggazdagabb posztógyáros Csikágóban. Úgy, Érdekes. Egészen rokon szembes fiúnak látszott. Lizi kicsit meglepődött. Nem kerülte el figyelmét, hogy a gróf szemében valami élénk érdeklődés csillant meg. És az is furcsa volt, hogy cseppet sem háborodott fel gold tolakodó fellépésén. Ám bár az is igaz, aki ilyen arisztokratikus magaslatokon trónol, mint Hartwig, az nem igen vesz tudomást olyan jelentéktelen gyerekemberről, mint James Gold. A kaszinó hangverseny termében Pikaver énekelt és alpárgitta. Utána a játékterembe mentek, ahol Hartwig hanyag néhány aranyat dobott az asztalra. Valamit nyert, meg sem számolta, egyszerűen a zsebébe sűjesztette. Azután a bárba mentek, ahol nagyon sok koktélt és pesgőt ittak és feltűnést keltettek tökéletes tánkukkal. Lizi elragadó volt csak úgy parázslott belőle a fiatalság és szenvedély. Gépfegyverszerű gyorsasággal sorakoztatta fel azokat a finom, apró trükköket, melyeknek a férfiakra való hatását alaposan ismerte. Egyszerre igyekezett a férfi érzékeire és képzelő erejére hatni. Bágyat, szinte alélt mozdulattal dőlt hátra, lábait keresztbe rakta, hogy azoknak finom vonala tökéletes szépségben érvényesült, a poharat valami játékos, ingerkedő mozdulattal emelte ajkához és ahogyan belekóstolt a habzó nedőbe, az inkább csókhoz hasonlított, mint iváshoz. A gróf boldog volt. Érezte, hogy ez az a pillanat, amikor a siker teljes reményével indulhat rohamra. Hanna hannácska! Súgta lágyan, sohasem értettem, hogy miért éppen a rivérán szedik azokat a virágokat, melyekből a világ legtökéletesebb parfümjeit gyártják. De ma éjszaka mindez megvilágosodott előttem. Sehol nem éreztem még ennyire a virágok lelkét, a belőlük áradó mámort és a szerelmet, amelynek minden varázsa most magát öleli körül. Áll! Ki tudja, hány nőnek mondta már mindezt? sóhajtotta Lizi, mint ahogyan az ő helyében a világ minden nője ezt mondotta volna. Hát hogyan győzzem meg arról, hogy komolyan, kimondhatatlanul tetszik nekem? Hogy szeretem és meg vagyok őrülve? Könyörgöm, higgyen nekem! Ha tudna csodákban hinni, mint ahogyan én tudok, ha természetesnek találná azt, hogy magasabb végzet irányítja az emberek útját, és hogy nem véletlen az, hogy mi ketten itt, ebben a csodálatos éjszakában találkozunk. Az események néha express vonat sebességével rohannak. És én úgy érzem, elérkeztem a nagy állomáshoz. A célhoz, ahonnan nem akarok tovább menni. Nézzen rám, Hanna, adja ide a kezét, és válaszoljon: akar a feleségem lenni. A gróf e pillanatban valóban a tökéletes szerelmes képét nyújtotta. Don Juan és Casanova együttesen sem tudtak volna több érzést, lendületet és férfiúi erőt mutatni, ami nem csoda, mert Hartwig valóban érezte is azt, amit mondott. Komolyan beleszeretett a bárónőbe és homályosan valami gúnyos diadalérzés is vegyült szerelmébe. Hogyan fognak bámulni a hitelezői, akik azt hiszik, hogy valami csúnya, vén elhízott amerikai dollár királynőt fog hazavinni, és ehelyett egy tündér királynő fog kiszállni az autóból. De ekkor valami egészen váratlan, megdöbbentő dolog történt. A bárónő sírva fakadt. Olyan heves, szívettépő, felcsukló sírással zokogott, hogy a gróf egészen megzavarodott. De drága, kérem, vegyen erőt magán. Mi történt? Megbántottam. De a bárónő nem is tudott válaszolni. Még szerencse, hogy ez a jelenet a kaszinó parkjának egyik elhagyott részében történt, különben bizonyára kínos feltűnést keltettek volna. A gróf könyörögve akarta megragadni a bárónő kezét, de az kétségbe esett mozdulattal kiszabadította magát és egyenesen a park melvértjének rohant, amely a tenger felett nyúlt ki és úgy látszott, mintha belé akarná vetni magát. A gróf ilyetten ugrott eléje. Az Isten szerelmére. Mit jelent ez? A szegény bárónőt, úgy látszik, végleg elhagyta ereje. A nagy felindulástól szinte eszméletlenül rogyott a gróf karjaiba, és a könnyei végig folytak a smoking fehér ing plásztrónján. Hagyjon el, bocsásson el, ne törődjön velem. Fuldokolt a keserves könnyek között. De hát miért? Mit tettem? Kérdezte a gróf, aki már egészen hülyének érezte magát. Nem haragszom. Én magamat gyűlölöm. Ó, az rettenetes, amit én csináltam. Soha, soha nem tudom megbocsátani magamnak. Könyörgöm, csillapodjon, mondja el szépen, összefüggően, hogy miről van szó. Istenem, hogyan fogom én ezt túlélni? Tördelte kezeit a bárónő. Meg fog vetni, gyűlölni fog, és én ezt nem élem túl. De Hanna, édes kis szerelmem. Térjen magához. Hiszen látja, hogy imádom. Mit jelent ez? Mi történt? Borzasztó, jóvá tehetetlen dolog történt. Ó, nem is tudom, hogyan mondjam el. Én, én hazudtam magának. Hazudott. Nem szeret engem. De szeretem. És éppen ez a baj. Hogy szeretem. Ezért hazudtam napokon keresztül láttam, most már bevalhatom, titokban mindig maga után lestem. Minden lépéséről tudtam. Tetszett nekem. És álmodozni kezdtem. Arra gondoltam, hogy mi ketten milyen szépen tudnánk kettesben élni. Én még sohasem voltam szerelmes, talán azért rázott meg ennyire ez a felfedezés. Hogy szeretek? Ó, maga nem sejtheti, hogy mit jelentett számomra ez az érzés. Úgy reszkedtem, féltem, hogy csalódás érhet, hogy elveszthetem azt a férfit, akit minden áron meg akartam hódítani. A legtökéletesebbet, a legkiválóbbat, akivel életemben találkoztam. Már nem is akartam mindent, csak éppen néhány boldog napot, valamit, amire egész életemben emlékezhessek. De tudtam, hogy ez is lehetetlen. Hiszen én csak egy egyszerű, szegény kis színésznő vagyok. Tessék, képet el a gróf, és érezte, hogyan szökik ki a vér arcából. Igen, hazudtam magának. Az egyenrangú szerelem szépségét és édességét akartam élvezni, ezért mondtam, hogy bárónő vagyok. És maga megkérte a kezemet. Én ezt nem élem túl. Én ma éjszaka meghalok. És megint sírt, miközben égő arcocskáját a gróf arcához nyomta és az ajka remegve, lázasan, dideregve tapadta gróf szájához és elperzselte, megsemmisítette az összes ellenérveket. A grófa lelke mélyén nagyon szégyelte magát, hiszen ő is hazudott és ez a bűbájos teremtés valóban megérdemelte, hogy szeressék. Elnevette magát. Szerelmem, mondotta, kár gyötörni magadat. Tudod mit? akkor hát én is elárulom, hogy hazudtam. Nem vagy gróf. Hökkent meg Lizi és nyomban beszüntette az okogást. De igen, gróf vagyok, sőt a birtokaim is megvannak még, csak éppen annyi az adósságom, hogy a hitelezőim bármely pillanatban elvehetik utolsó párnámat is. Most már bevallom, azért jöttem ide, hogy sürgősen feleségül vegyek egy milliómos kisasszonyt. Ó te, csirkefogó! Nevetett hahotázva Lizi. És jókedvűen összecsókolóztak, mint akik teljesen egymáshoz illő cimborák. De hamarosan kiózanodtak és belátták, hogy valami okosat kell kitalálniok. Tudod, mondta a gróf, az a baj, hogy egészen komolyan belét szerettem. Fájdalom, én is imádlak. Válaszolta Lizi. Még utóbb csak ugyan feleségül veszlek. Vakarta a feje bubját Hartwig hiszen csak ne volnának ezek az átkozott pénzgondok. Okvetlenül pénzt kell szereznünk. De hogyan? Kérdezte Lizi. Hartwig néhány szippantást tett, mint aki nagyon gondolkozik, azután csendesen megkérdezte. Mit gondolsz, csak ugyan olyan nagyon gazdag ez a gold? Lizi meghökkenve nézett a grófra. Csak nem gondolod, csak nem arra célzol, hogy talán én kérjek tőle pénzt a világért sem. Neked csak egy dolgod lesz. Légy hozzá nagyon kedves. Természetesen csak a megengedett határokon belül. Az ifjút sürgősen barátságunkba fogadjuk. Ha sikerül a tervem, akkor mégis csak mint férj és feleség fogunk innen elutazni. James Gold úszott a boldogságban. Minden nap eszébe jutott néhány nagyszerű mondat, amely a szerelem szépségére vonatkozott és ezeket gyorsan noteszébe jegyezte. Úgy érezte, hogy regénye most már valóban tökéletes lesz. Olyas félére gondolt, hogy ő egy új Kolumbusz Kristóf. Az első Kolumbusz Európából indult el és felfedezte Amerikát. Ő pedig Amerikából jött Európába és felfedezte a szerelmet. De hát, ami igaz, az igaz és nem is lehetne letagadni. Hanna bárónő a világ legelragadóbb teremtése volt. James még sohasem találkozott kellemesebb és vidámabb pajtással. És úgy látszik, hogy a gróf megneszelhetett valamit. Észrevette, hogy Hanna talán egy gondolattal kedvesebb goldhoz, mint hozzá és mintha levonta volna ennek konzekvenciáját tapintatosan a háttérbe vonult, nem zavarta Gold és Hanna együttlétét. Rendesen olyankor támad dolga, amikor Gold nagyobb kirándulást indítványozott, és így csak az ifjú amerikai és a bárónő mentek kettesben autózni vagy vitorlázni. Átmentek Kánba, egy egész napot töltöttek Monte carlo és Grazban és a dolgok odáig fejlődtek, hogy James már egészen komolyan gondolkozott azon, hogy a bárónőt megcsókolja. De Hannában minden pajkossága és csapongó jókedve mellett is volt valami méltóság teljes tartózkodás. Gold elhatározta, hogy óvatos és tapintatos lesz. Semmit sem akart kockáztatni. Délutánonként rendszerint a grófal kártyázott. James nem szeretett kártyázni, de érezte, hogy valami hálával tartozik a grófnak, aki vele szemben annyi gyengéd megértéssel viselkedett. Egyébként hamarosan kitűnt, hogy a gróf egyáltalában nem tartozik a veszedelmes nőhódítók táborába. Ellenkezőleg a legkomolyabb üzletember, akinek kizárólag nagy alapításokon, birtokberuházásokon jár az esze hosszú előadásokat tartott az ifjú goldnak birtokairól, a mintagazdaságról és végül egészen bizalmasan elárult a jövendő terveit, meg akarja feltűnés nélkül vásárolni a birtokával határos hatalmas területeket, melyeken titokban próbafúrásokat végeztetett és kiderült, hogy azokon gazdag petróleumforrások és ércerek vannak. A vásárláshoz szükséges hatalmas tőkéhez azonban társat keres és néhány nap múlva beszélgetés közben bizalmasan megkérdezte James-től, hogy nem volna-e kedve vele társulni. Bevallotta, hogy ismerkedésük rövid ideje alatt is nagyon megkedvelte, és szívesen benné társul a fényes üzlethez. Gold olyan félét mondott, hogy ő nem ért üzletekhez, és hogy őt csak az irodalom érdekli. De ettől kezdve a bárónő viselkedésében feltűnő változás állt be mintha valahogyan megszimatolta volna, hogy James és a gróf miről beszélgetnek, állandó célzásokat tett arra, hogy nem szereti a foglalkozás nélküli fiatal embereket, és hogy Jamesnek is illene valami komoly vállalkozásba kezdeni. James udvarlását feltűnően hűvösen fogadta, és szemmel látható volt, hogy megint a grófhoz közeledik. Egymás után mondta le a kettesben tervezett kirándulásokat, és ugyanakkor a grófal sétálgatott. James majdnem meghalt a féltékenységtől. Belátta, hogy erélyes és döntő lépésre kell magát elhatároznia. És még aznap délután megkérdezte a gróftól, hogy vajon egy ilyen nagyszabású telek spekulációnál és petróleumtrözt alapításánál feltétlenül szükséges-e az ő személyes közreműködése. A gróf sietve jelentette ki, hogy erről szó sincsen. Ha úgy akarja, sohasem kell a vállalat felé néznie. Hiszen minden munkát ő fog vállalni. Neki már megvannak a régi, bevált emberei, csupa elsőrendű szakember. Goldnak semmi más dolga nem lesz, csak a jövedelmet kell negyedévenként felvennie. Nyugodtan írhatja közben a regényeit. És néhány órával később Gold ragyogó arccal jelentette be a bárónőnek, hogy van már foglalkozása. Betásul a gróf nagy birtokvásárlási akciójába és megkérdezte, hogy mi a bárónőnek erről a véleménye. A bárónő el volt ragadtatva. Kijelentette, hogy a grófot a legkomolyabb és legszolidabb üzletembernek tartja, akinél James pénze a lehető legjobban lesz elhelyezve. És túláradó lelkesedésében megcsókolta Goldot. Hálából, amiért a kedvemért rendes ember lett. Mondotta pirulva gold szinte táncolva ment haza ezen az emlékezetes délután. Rózsaszínűnek látta az egész világot, mert persze nem hallotta, amint Hartwig gróf elragadtatva gratulált a bárónőnek. Te vagy a világ legzseniálisabb asszonya. Most még csak egy kis kitartás és úszni fogunk a pénzben. Lizi bólintott. Bizony ideje lesz már, Képzeld, a szobafőnök ma már egészen rideg célzásokat tett arra, hogy nem várhat tovább a számla kifizetésére. A grófa homlokát ráncolgatta. Azt hiszem, mondotta, holnap megkötöm a szerződést Goldal, és egyidejűleg nagyobb előleget kérek tőle. Remek, válaszolta Lizi. Minden esetre igyekeznünk kell Gold urat minél kitűnőbb hangulatban tartani. Vele fogjuk az estét tölteni, indítványozta a gróf. Ebben meg is állapodtak, és este már együtt vonultak a kaszinóba. Goldnak olyan jó kedve volt, hogy madarat lehetett volna vele fogatni. Vidáman cseveget mindenről és végül bejelentette, hogy neki is lenne valami nagy kérése. "Halljuk!" mondotta Lizi. Én már teljesítettem a bárónő kívánságát, és kedvéért belementem egy komoly üzleti vállalkozásba. Most azonban nekem van egy nagy kívánságom. Arra kérem, hogy vegyen részt a szombaton tartandó szépségversenyen? Miért kívánja ezt? Nevetett Lizi. Bevallom őszintén, a papa kedvéért. A papa mindig azt mondta, hogy én olyan fantaszta vagyok, hogy bizonyára arról álmodozom, hogy egy királynőt fogok feleségül venni. Most meg akarom tréfálni az öreget. Tudomására akarom hozni, hogy végre csak ugyan megtaláltam azt a bizonyos királynőt. Egy szépség királynőt. És minek tagadjam? Férfi vagyok és hiú. Dicsekedni akarok azzal, hogy ha még nem is írtam meg a legtökéletesebb regényhősnőt, de minden esetre már megtaláltam és a magam számára foglaltam le. De ha nem leszek nyertes? Kérdezte Lizi. Ki van zárva? Kiáltotta felháborodva James. Micsoda gondolat? Hát látott ön már szebbet és különbet egész Nizzában vagy az összes környező fürdőhelyeken magánál. Félek, hogy nagyon elfogult kedves Gold. Nem, ez az igazság. Egyébként bízza rám. Maga csak ígérje meg, hogy részt vesz a versenyben. Megígérem. Hurrá! Kiáltotta Gold és temperamentumos mozdulattal a földhöz vágta pesgős poharát. Ettől a pillanattól kezdve Goldal nem lehetett bírni. Nem fért a bőrében. Később, mikor bementek a játékterembe, Gold már egészen részeg volt a boldogságtól, és olyan őrültségeket követett el, hogy az egész terem már őt figyelte. Meg volt győződve, hogy neki ma okvetlenül nyernie kell. És következetesen mindig a 13-as számot rakta meg a ruletten, igen nagy összeggel. Persze a szám egyszer sem jött ki. Rengeteget veszített csak mikor már utolsó frankja is elúszott, akkor kapott észbe. Te jó Isten! Kiáltotta, hiszen én tévedtem. Úgy emlékeztem, hogy a közmondás azt tartja, hogy aki szerencsés a szerelemben, az a kártyában is nyer. Pedig éppen fordítva van. És ez 230 ezer frankomba került. Na, nem baj. Majd sürgönyzök haza új pénzért de most egy cent nélkül maradtam. Kedves Hartwig gróf, ugye, lesz szíves húsz ezer frankot kölcsönözni. Hiszen a közeljövőben jövőben úgy is társak leszünk. A gróf elsápadt. Azután zöld lett, majd megint piros. Legszívesebben megfojtotta volna goldot. Ilyen átkozott pekre valóban nem számított. Neki kellett legsürgősebben pénz, és most még tőle kérnek kölcsön. De a kérelem elől nem lehetett kitérni, hiszen egész jövőjét a goldal való barátságra építette. Mosolyt tettetve nyúlt tárcájába. Sajnos én is kifogytam kissé a pénzből, a napokban kapok csak újabb pénz hazúról. De 5000 frankkal szívesen szolgálok. Gold nevetve vette át a pénzt. No, ilyen kevés pénzem sem volt még életemben. Nem baj, megpróbálok néhány napig szegény ember lenni. Szerencsémre a szállodában ismernek. Ott akár egy esztendeig is meg lehetek hitelben. De hogyan lehetett ilyen könnyelmű? Mondotta szemrehányóan Lizi. Gold vállat vont. Ugyan kérem, ez a kétszázezer frank igazán nem számít. Hiszen a gróf úr által ajánlott üzletem fél év alatt megkeresem a dupláját és zavartalan jókedvel búcsúzott el azzal, hogy másnap majd együtt hajóznak Huán lőpánba. Természetesen a vendége leszek, mondotta vidáman Hartwignak. Ameddig a pénzem nem jön meg Amerikából, addig most már magának kell rólam gondoskodnia. Szerencsére az autó tovább robogott, és így már nem hallotta azt a cifrakáronkodást, melyet Hartwige nyájas kijelentés hallatára eldörmögött. Lizi is el volt szörnyedve, és nem is tiltakozott, mikor a gróf azt mondta: Te, én esküszöm, kitekerem ennek az átkozott fickónak a nyakát! A szépségverseny izgalmai minden várakozást felülmúltak. A februári karnevál jelentősége egyszerűen eltörpült a májusi szépségkirálynő választása mellett. Már két nap óta zsúfolva érkeztek a vonatok nizzába. A leghíresebb filmrendezők és gavallérok valamennyien jelen akartak lenni a legszebb nők felvonulásánál. A fényképészek rajvonala legalább fél kilométer hosszúságra nyúlt. A jelentkezőknek fürdőtrikóban kellett felvonulniok a zsűri előtt. A zsűri elnöke a Párizsi Metan szerkesztője és egy világhírű szobrászművész volt de helyet foglalt soraiban a Nizzai Nagyvilági Társaság több hölgytagja, néhány ismert milliómos, egy angol színész és a francia közoktatásügyi minisztérium egyik államtitkárja. A tribünök tömbe voltak. A verseny délután ötkor kezdődött, de már fél ötkor nem lehetett mozdulni a felvonuló autótábortól. Az angol sétányon megakadt a forgalom, a hangulat viharosan izgatott és lármás volt. Zenekarok játszottak, rendezők rohantak és ordítoztak, mindenféle zászlókat lobogtattak, parancsavak röpködtek és úgy látszott, ebből a káoszból sohasem fog rend születni. Közben a résztvevők hatalmas csoportja egy elkerített helyen vetköződött. Amerika, London és Párizs legszebb trikói vonultak fel. Rafináltabb sejemkölteményeket még nem szült a divattervezők képzelő ereje a hátak természetesen teljesen mezítelenek voltak, a vállak is teljesen szabadok. Csak egy vékony kis sejemszalag tartott valami lehelletni virágszirmokhoz vagy lepkeszányhoz hasonló melltartót. A trikó összterjedelme nem volt több két tenyérnyinél, de azért rengeteg ideig tartott, amíg ehhez a csöpnyi ruhadarabhoz a hölgyek elkészültek toalettjeikkel. Az ember nem is hinné, hogy a mezítelen testet milyen sokáig kell előkészíteni, hogy a nyilvános megjelenésre alkalmas legyen. A hölgyek először tetőtől talpig bekenték magukat finom krémekkel, melyek puhává és bársonyossá varázsolták bőrüket, erre fehérítőt raktak, amitől viszont olyanok lettek, mintha márványból faragták volna őket. Végtelen gonddal és ízléssel választották meg a trikóhoz hangolt magas cipőt, amely megnyújtotta alakjukat és elegánszá tette járásukat. A legráfináltabb módon tervezték meg frizurájukat. Antoine mester, a fodrászok királya személyesen jött el Párizsból, és külön modelleket alkotott a szépségversenyre. Egy ilyen eredeti modellért 5000 frankot kért. Természetesen a legnagyobb gonddal készült az arc kozmetikája is a legtöbben barnás tónusra hangolták arcbőrüket, ami nagyon pikánsan hatott és a trópusok forróvérű asszonyait és leányait juttatta a nézők eszébe. Gold James Hartwig gróf mellett ült az egyik páholyban. Valamennyi résztvevő közül ő izgult legjobban már előző napon bemutatkozott a zsűri elnökének, érdeklődött, hogy milyen szempontok alapján választják ki a győzteseket, hatalmas virágcsokrokat rendelt előre Lizi számára, ami valósággal felbőszítette a grófot, akinek mindezt fizetnie és előlegeznie kellett, mert James úr pénze még mindig nem érkezett meg. Kérlek, Lizi, mondotta Hartwig a méregtől remegve, mondd meg Goldnak, hogy te semmiféle figyelmességre nem tartasz igényt. Ez a gazfickó egészen tönkretett engem. Állandóan pesgőztet és a legdrágább étel különlegességeket rendeli az én számlámra. A helyzet nagyon kényes. Válaszolta Lizi. Mert ha én most leszoktatom arról, hogy költekezzen, akkor később is fukar lesz, mikor a saját pénzét fogja szórni. Rémes. Mormogta Hartwig, aki már csak ugyan utolsó frankjait költötte ha két napon belül nem jön meg az amerikai pénz, én sem tudom már fizetni a szállodai számlát. Hiszen tudod, az autómat is elzálogosítottam március. Goldnak persze azt mondtam, hogy javítani adtam. De abban a pillanatban, mikor a szépségverseny kezdetét jelző harsonák megszólaltak, Hartwignak is megdobbant a szíve hiszen változatlanul szerelmes volt Lizibe, és szívből kívánta, hogy ő legyen a győztes. A dolog remekül kezdődött. A közönség minden résztvevőt megtapsolt, hiszen csak az előzetes selejtező mérkőzésekből győztesként kikerült hölgyek vehettek részt a versenyen, de amikor Lizi vonult el a zsűri előtt, a taps egyenesen viharzóvá lett. Lizinek egészen groteszk ötlete támadt ezüst trikóba öltözött, amelynek szerencsés színe még érdekesebbé, titokzatosabbá, fehérebbé tette bőrét és fokozta fiústestének karcsúságát. Nyerni fog. Ő a legszebb. Kiáltotta lelkesülten James. Csak ugyan minden jelenre vallott. Lizi játszi könnyedséggel került a döntőbe. Az utolsó mérkőzésnél már csak hárman voltak. Egy svéd lány, aki feltűnően hasonlított Greta Garbóhoz, egy pikáns, fekete francia szépség és Lizi. A közönség tombolt, meg volt őrülve. Pártok születtek pillanatok alatt, és mindegyik a maga jelöltjének a nevét ordítozta. A zsűri nehéz helyzetben volt. Sokáig tanácskozott, míg végre meghozta ítéletét. Az első díjat Olga Tönzberg kisasszonynak ítéljük oda, a második díj nyertese Edelsheim Hanna bárónő. Gold elsápadt. Mintha a mennyekből zuhant volna a földre. Nem a bárónő nyerte az első díjat. Motyogta egészen megzavarodva. Disznóság. Kiáltotta Hartwig. Meg kell támadni a zsűri ítéletét. De már ezen nem lehetett változtatni. A tömeg, amely mindig aláveti magát az erősebb akaratnak, már megbékült az eredménnyel és torka szakadtából éjjenezte a svéd szépséget. Persze a másik két nyertesnek is kiutott az ünneplésből, sokan jegyezték meg, hogy Lizi sokkal szebb, mint a svéd lány, de hát az ítélettel már nem lehetett vitatkozni. A fényképészek teljes gőzzel dolgoztak, legalább 77 féle felvételt készítettek a győztesekről. Végre berobogott Lizi a páholyba. Gyönyörű fürdőköpeny volt trikója fölé borítva. Gratulálok! Kiáltotta hárt De Gold olyan volt, mintha leforrázták volna. Hebegett, dadogott, látszott rajta, hogy valami nagy változáson ment keresztül. Mi történt magával? Kérdezte Lizi megrökönyödve. Kérem, ez borzasztó, ez hihetetlen! Dadogta Gold. Micsoda? Hogy magának csak a második díjat ítélték oda. Ugyan? Nincs ennek semmi jelentősége. Ettől én még egy hajszállal sem lettem csúnyább. Olga Svédlány, filmszínésznő. Rettenetesen dolgoztak az érdekében. Hallom, dollárezreket költött az impresszáriója, hogy megdolgozza a közhangulatot hiszen már napok óta olvashatta a lapokban megjelenő kommunikéket. A zsűri megsajnálta. Azt gondolták, a svédnél életkérdés az első díj, nálam legfeljebb hiúság. Hát neki adták. De hiszen hallotta, hogy mit mondott az elnök, nagyon nehezen tudtunk dönteni, mert az igazság az, hogy az első és második díj győztese egyformán szép. De Gold mintha nem is hallotta volna Lizi szavait. Szinte sértően szórakozott volt. Látszott rajta, hogy a gondolatai egészen máshol járnak. Valami kifogást rebegett, és azután eltűnt. Még az előre vásárolt virágokat is elfelejtette átadni Lizinek. Ez megőrült, mondotta Lizi. Csű a kutya fáját. Káromkodta el magát Hártvíg. Szépen vagyunk. Ez a fickó kiábrándult belőled. Vége az üzletnek. Sajnos, Hartwig bal valónak bizonyult. A verseny után néhány órával goldott Olga Tönzberg kisasszony társaságában pillantották meg a kaszinó parkjában. Ezt nem tűrhetjük. Kiáltotta felháborodva Hartwig. De hát mit tegyünk? Látod, éretlen, hiú fickó, akinek nincsen sem önálló ítélete, sem ízlése. Itt csak egy dolog segíthet. Mondotta sötéten a gróf. Miss Tönzberget el kell tüntetni. Hogy érted ezt? Kérdezte riadtan Lizi. Még magam sem tudom. De nem lehet kesztyűs kézzel a dologhoz nyúlni. Ez élet-halál harc és ebben a harcban okvetlenül nekünk kell győznünk. Másnap reggel James Gold frissen vasalt porcelánnadrágban, strandcipőben, sötétkék, aranygombos kabátban ült a plentás parkjában és türelmetlenül pillantgatott órájára, amiből nyilvánvaló, hogy várt valakit. Igen rózsás hangulatban volt és elégedetten fütyűrészett. Jó reggelt, Mr. Gold! Köszöntötte hirtelen jean úr. Szabad érdeklődnöm, hogyan halad a regény. Remekül, Möszi Józsan. Képzelje, megvan a bonyodalom. A hős szakít az ideájával és egy új nő karjaiba veti magát. Azt hiszem, nagyon érdekes és izgalmas lesz. És ezt a második nőt már feleségül veszi. Vagy kiábrándul belőle és visszatér az elsőhöz. Szó sincs róla. És miért szakított az elsővel? James ravaszul hunyorított. Hát tudja, ez éppen a szenzáció, az irodalmi újítás, amellyel remélem, óriási feltűnést fogok kelteni. Ön bizonyára sokat olvas, Jean úr. Hogy ne, kérem. Valamikor 2000 kötetes könyvtáram volt. Akkor tudja, hogy a regényeknek különböző fajtái vannak. Vannak kalandor regények, lélektani regények, történeti regények. Az enyém a szépség regénye. Munkám hőse ugyanis maga a szépség. A férfi halálosan szeret egy nőt, mert azt hiszi, hogy az a legszebb a világon. Azután kiderül, hogy tévedett. Megtalálja a még szebbet. A férfi végzete, hogy rajongója, beteges szolgálja és mániákusa a szépnek amikor megpillantja a még tökéletesebb nőt, egy pillanatig sem habozik. Úgy követi, mint lepke a fényt, vagy a holdkóros a holdat. Nem tétovázik, nem magyaráz, egyszerűen hozzászegődik, mert nem cselekedhet másképpen. Mit szól hozzá? Remek! És új, kedves barátom! Azt hiszem, világsikerem lesz. A szálloda haja felől Hartwig gróf közeledett. Jó reggelt, kedves grófom! Üdvözölte kedvesen James. Remélem, nem a pénzét jött behajtani. Igazán nagyon restellem a dolgot. De azt hiszem, holnapra feltétlenül megjönnek a dollárjaim. Á, kérem, nem olyan sürgős. Intet hanyagul hátvég, noha valójában sírni szeretett volna mérgében. Egészen másról van szó. Megengedi, hogy helyet foglaljak asztalánál. James kissé zavart mozdulatot tett. Izé, bocsánat, természetesen nagyon szívesen látom bármikor, de én most egy hölgyet várok. A gróf bólintott. Tudom és éppen ezért. Ugyanis én is szeretnék Tönzberg kisasszonynal beszélni. De bocsánatot kérek. Kedves Gold úr, nékünk sürgősen tisztáznunk kell valamit. Ha szabad kérnem, nagyon röviden! Hiszen értheti? Mindent megértek! A dolog lényege, hogy néhány hét előtt, mikor én egy hölgynek udvaroltam, önváratlanul kettőnk közé lépett, és ezt a hölgyet, akit én rendkívül szerettem, elhúdította tőlem. Engem igen kínosan érintett a dolog, de mint gentleman, aki tisztelem az emberek egyéni szabadságát, úgy éreztem, hogy minden szerelmi harc erőmérkőzés, és ha ön bizonyult erősebbnek, úgy nekem kötelességem a nőt átengedni. Ez valóban úri és nobilis volt. Köszönöm! De úgy érzem, semmiféle elismerésre nem tarthatok igényt, hiszen az én helyemben minden más úriember így viselkedett volna. Természetesen ön is? Hogy ne? Magától értetődik! Hát éppen erről van szó, kérem. Nékem ugyanis végtelenül tetszik Tönzberg kisasszony, éppen úgy, mint önnek. Mi tehát megindítjuk a közös ostromot, és amelyikünk erősebbnek fog bizonyulni, az lesz a győztes. James orra szemlátomást megnyúlt, és igen kínosan feszengett. Kedves gróf úr, dadogta, bármennyire logikus, amit mond, be kell látnia, hogy mégsem maradhat itt. Mi egy kettesben való kirándulást beszéltünk meg, és teljesen lehetetlen, hogy ön ehhez csatlakozzon. A szerelem háborúja nem ismer lehetetlenséget, mondotta a gróf. A vitát egyébként nem lehetett folytatni, mert ebben a pillanatban jelent meg Tönzberg kisasszony. Elbűvölő volt. A győzelem mámora még szebbé varázsolta. Kissé meglepetten nézett hát végre, akinek jelenléte meglepte. A gróf ellenben a született nőhódító elragadó kedvességével üdvözölte és bemutatkozott. James régi barátja vagyok, aki már két hét előtt nekem ígérte a mai napját. Remek időnk van, azt hiszem, pompás lenne kisuhanni a tengerre. A legpompásabb jachtot béreltem ki. El vagyok ragadtatva, hogy önt is vendégül láthatom. Tönzberg kisasszony értett a férfiakhoz. Első pillanatra megérezte, hogy a grófot nem szabad könnyelműen elejteni. Egyáltalában a nő helyzete akkor a legbiztosabb és a legtöbb eredményt akkor érheti el, ha egyszerre két férfi küzd érte. Akkor mindegyik féltékeny a másikra, a nő értéke erősen növekszik a szemükben, amit igen okosan és jól lehet kiaknázni. A kirándulás valóban tökéletes volt. Tönzberg kisasszony olyan túlzottan jókedvű volt, mintha egy kis pesgőmámora lett volna. A gróf szórta az elmészségeket, ellenállhatatlanul szeretetreméltó volt. Gold ellenben egészen elnémult. Fuldoklott a dűtől és féltékenységtől. Legszívesebben a tengerbe dobta volna hárt A keze görcsösen ökölbe szorult. Felháborította, hogy Tönzberg kisasszony szemmel láthatóan a grófhoz pártolt. Néha ugyan megkérdezte Goltól, hogy miért olyan rossz kedvű, miért hallgat, de az ilyen kérdések inkább csipkelődzésnek hatnak, mint kedveskedésnek. A tenger egyébként nagyon népes volt rengeteg vitorlás suhant el mellettük, motoros csónakok hasították a hullámokat, némelyikről gramofon hangzott, az elegáns jachtok fedélzetén táncoltak is. A jacht vitorláit egyébként gold kezelte. Ez jó ürügy volt arra, hogy ne kelljen beszélnie, és hogy elrejtse dühös hangulatát. De hát persze nem nagyon járt az esze a vitorlákon, mert mindig csak azt figyelte, hogy a gróf milyen szemtelen bizalmassággal flörtöl Olgával, és hogy Olga milyen szívesen hallgatja. Annyira lefoglalta ez a látvány, hogy észre sem vette a velük szemközt jövő másik vitorlást, és a következő pillanatban hatalmasat zökkent a jacht, ha Hartwig az utolsó pillanatban nem kapja el Olga karját, menthetetlenül a tengerbe zuhant volna. A másik vitorlásról is éles sikoltások, rémült kiáltás hallatszott. Szentisten, kiáltotta Olga, te vagy az Elli. A kérdést egy hölgyhöz intézte, akit éppen akkor halászott ki két óra tengerből. A fiatal lány prüsszögött, köhögött, de azért igyekezett mosolygós arcot vágni, ami nem egészen sikerült, mert látszott rajta, hogy a baleset nagyon felbosszantotta őszintén szólva, Olgám, ügyesebb vitorlamestert is választhattál volna. Egyébként gratulálok, hallom, megnyerted a szépségversenyt. Én, sajnos, csak ma reggel érkezhettem, nem vehettem részt. Nem baj, Ellikém, hiszen így is tudják, hogy te sokkal szebb vagy, mint én. Remélem, ma délután találkozunk. Természetesen, nagyon szívesen. De csak hat órakor. Előbb ugyanis találkoznom kell Greg direktorral. Tudod, a szerződésem. Ne fáradj, fiam. Greg két nap előtt már engem szerződtetett. Igazán. No, ennek nagyon örülök. Úgy is csak azt akartam vele közölni, hogy sokkal jobb ajánlatot kaptam, és inkább Biancorba szerződöm. Tudod, Hollywood már nem a régi. Csupa blöf, a gázsikat naponta leszállítják, és két hét után, akármilyen szerződésed van, könyörté ellenül kitesznek, ha a legkisebb kifogásuk van, vagy valaki ügyesen intrikál elönt. Nagyon óvlak, vigyázz! Köszönöm szívem! Hiszen tudom, hogy szíveden viseled a sorsomat. Tehát viszontlátásra délután hatkor a plentásban. Pöál szívecském! A két vitorlás ismét eltávolodott egymástól. Olga úgy nevetett, hogy két pompás fogsora megcsillogott a piros száj vonalában. Ó, nem is tudják, hogy milyen mulatságos volt ez a találkozás, mondotta elégedetten. Elli, meg én évek óta futunk egymás mellett, ahogyan már azt a mi világunkba mondani szokták. És Elli mindig lemarad egy arasszal. Fogalmuk sem lehet, hogy milyen mérges rám. Biztosan hetek óta készült a szépségversenyre, és valami ostoba véletlen akadályozhatta meg, hogy nem jelent meg idejében. Talán egy autódefektus, vagy más ehhez hasonló dolog. És persze nem igaz, hogy Bíankorba szerződött. Minden vágya az volt, hogy Greghez kerüljön. Szegény, majdnem visszaszédült a tengerbe, mikor megmondtam, hogy már megelőztem. Minden esetre nagyon kedves leszek hozzá délután. Azt hiszem, valami kellemes meglepetést is készítek számára. És később, mikor James nem figyelt rájuk, halkan mondotta a grófnak. Amint látom, Gold úr rossz kedvű és haragszik rám. Majd délután kárpótolni fogom az elrontott délelőttért. Azt hiszem, nagyon fog neki tetszeni Elli, aki nagyon kedves tud lenni és azt hiszem, hogy ezzel a bemutatással Ellivel szemben is jóvá tettem valamit abból a sok bosszúságból, melyet neki okoztam. Ez a bizalmas közlés nagyon vegyes hatással volt Hartwigre. Egyrészt örült, mert hiszen nyilvánvaló lett, hogy Olga őt választotta és Koldot lecsúsztatta. Viszont ő arra számított, hogy Olga elpártolása esetén James visszatér Lizihez. Egy új, harmadik nő felbukkanása ismét felborulással fenyegetett mindent. Egyelőre mégis azt vélte legfontosabbnak, hogy James kiábrándult Olgából. Már nem is nézett feléje, mogorván pipázott az árboc mellett, és egyáltalában nem vett részt beszélgetésükben. Hartwig végül is azt indítványozta, hogy szálljanak ki. Látta, hogy James egyáltalában nem is figyel a hajó irányára, és félő volt, hogy a tengerbe fordulnak vagy ismét összeütköznek. Mikor a vitorlás kikötött, James azonnal el akart búcsúzni. De Olga most hirtelen taktikát változtatott. Egyszerre nagyon kedves lett Jameshez, és olyan sokat sejtetően mosolygott rá, mintha egyszerre jóvá akarná tenni azt, hogy a délelőtt folyamán elhanyagolta. James, mint minden naív, tapasztalatlan fiatalember, könnyen megbékült. Egy kicsit még morgott, zsörtölődött, de hamarosan egészen felderült és olyan büszkén lépkedett Olga mellett, akár egy páva. Látszott, mennyire élvezi azt, hogy az emberek utánuk fordulnak és megbámulják Olgát. Örült, hogy az a ragyogó nő mégis csak hozzátartozik. Hartwig, aki sokkal tapasztaltabb volt, persze tudta, hogy honnan fúj a szél. Tisztában volt azzal, hogy most is ő tetszik Olgának, és ez a kis komédia csak arra való, hogy James feltétlenül jelenjen meg a délutáni találkozón, amelyen majd Ellie is jelen lesz. A szállodában kellemes hír várt a goldot. Megérkezett a pénz átutalásáról szóló értesítés sietett Hartwig szobájába telefonálni, akivel közölte a jó hírt. Hallatlan, milyen különös véletlen. Mondotta a gróf. Képzelje, én is éppen most kaptam sürgönyt hazúról, melyben közlik, hogy a petróleumtelepek lefoglalására azonnal ki kell fizetnem 450 ezer szillinget, különben másokkal kezdenek tárgyalásokat. Már fel is hívtam telefonon a jószágigazgatómat, aki azonban azt válaszolta, hogy szeptember előtt képtelen ekkora összeget előteremteni, mert forgótőkém túlnyomó részét a mezőgazdasági üzemekbe helyeztük. Kedves gróf úr, válaszolta kissé zavartan James, még nem tudom magamat végleg elhatározni. Éppen az imént beszéltem bizalmasan Tönzberg kisasszonynal, akivel tudja, hogy komoly szándékom van és ő azt mondta, hogy szívesebben élne Amerikában, mint Európában, és így nem tudom, hogy szabad-e itt ekkora érdekeltséget vállalnom. Minden esetre még tárgyalni fogok erről menyasszonyommal. Ön megkérte Tönzberg kisasszony kezét. Kérdezte ilyetten Hartwig, aki alig tudta leplezni izgatottságát még nem, de eléggé világos célzásokat tettem rá. Azt hiszem, ma délután teljesen tisztázódik a helyzet. Hartwig szívéről kő esett le. Már megrémült, hogy megkésett. Minden esetre elhatározta, hogy óvatosabb lesz, és most már teljes gőzzel fog támadni ő is. Később, mikor a rendőrségen kihallgatták a Café de Pám kávéház pincéreit és vendégeit, akik délután hat órakor ott ültek a teraszon és látták James Goldot, Hartwig Grófot és a társaságukban volt két hölgyet, Tönzberg Olga és Ellie Banting filmszínésznőket, nem lehetett többé kétséges, hogy ennél az asztalnál csak ugyan igen kínos és heves jelenetek játszottak le. Eleinte minden simán és jókedvűen indult. A két férfi együtt érkezett, látszólag a legjobb egyetértésben. Néhány perc múlva megérkeztek a hölgyek is. Először Tönzberg kisasszony, majd nyomban utána Ellie Banting, aki a bemutatkozás után James Gold mellett foglalt helyet. A párok szemben ültek egymással és a gróf feltűnően hevesen és kedvesen udvarolt Tönzberg olgának, míg James Gold szemlátomást egyre idegesebb lett. Ami ezután történt, azt a szem és fültanúk meglehetősen zavarosan és némileg ellentmondóan adták elő. Annyi bizonyos, hogy Gold egyszerre csak felugrott és haraktól remegő hangon kezdett kiabálni. Elég volt. Nem tűröm ezt a gyalázatos komédiát. Hogy mernek a szemem láttára flörtölni. A társaság tagjai ilyetten próbálták csillapítani, és Tönzberg Olga elég hangosan azt jegyezte meg, hogy James Goldnak semmi oka nem lehet a panaszra, hiszen igen kellemes, szép és elegáns hölgy társaságában van. Ez azonban csak olaj volt a tűzre. Gold az asztalt verdesve azt kiáltotta, hogy ő nem gyermek, néki semmi köze sincsen a mellette ülő hölgyhöz, és őt nem lehet egyszerűen valakinek átadni. Erre Ellie Bunting kisasszony felugrott és a dütől eltorzulva egy poharat vágott James Goldhoz és szikrázó szemmel sziszegte Tönzberg kisasszony felé. Nyomorult. Hogy merészeltél ilyen kínos helyzetbe hozni? Tönzberg Olga válaszolni akart valamit, de nem volt ideje, mert Gold hozzáugrott, olyan erősen szorította meg a csuklóját, hogy a színésznő felsikoltott fájdalmában. Jegyezze meg, tagolt, hogy ezért számolni fogunk. Engem nem lehet büntetlenül nevetségessé tenni. És önnel is végeztem, gróf úr. Kiáltotta Hartwig gróf felé. A gróf csillapítani próbálta a feleket. Tönzberg kisasszony sírógörcsöt kapott és a kávéház főpincére udvariasan felkérte a társaságot, hogy ne okozzanak botrányt, mert már a járók elők is megálltak és elképedve nézték a példátlan skandalumot. Erre James Gold elrohant, szalmak alapját a széken felejtve. Ellie Banting hisztériásan sikoltozott, minden áron Tönzberg kisasszony hajába akart kapaszkodni, amit csak Hartwig gróf közbelépése tudott megakadályozni. Alig lehetett egy zárt autóba tuszkolni, és még onnan is szidalmazó szavakat kiáltott Tönzberg Olga felé, aki halásápattan karolt a grófba. Végül ők is kisiettek a kávéházból, és egy autótaxiba ülve elhajtattak. A rendőrség kinyomozta a taxisofőrjét, aki elmondta, hogy a gróf Tönzberg kisasszont a Negreszkó szállodáig vitte, ott elbúcsúztak és a roppantul ideges, feltűnően sápat színésznő egyenesen szobájába sietett, a gróf pedig ugyanazzal a taxival a plantás szállodába vitette magát. A Negreszkó szálloda portása előadta, hogy körülbelül fél órával később a kapu előtt egy feldult úr jelent meg, akiben többen felismerték a délutáni botrány egyik hősét, James Goldot. Magából kikelve sétált fel és alá a szálloda előtt, olyan volt, mint aki nincsen egészen beszámítható állapotban. Később eltűnt. Néhányan úgy látták, hogy a szálloda haja felé tartott, mások szerint a szálloda parkjába ment. Nyolc óra felé egy boly érkezett, aki gyönyörű virágokat hozott és egy doboz csokoládébombont. A küldemény mellett Greg filmigazgató névjegye feküdt. A csomagot a szobapincér adta át Tönzberg Olgának, aki pizsamában ült a szobában és sírt. De a küldeménynek láthatóan megörült és nagy borravalót küldött a bolynak. Azután magára zárta az ajtót és azt mondta, hogy senkit sem fogad. Reggel tíz órakor a szobalány kopogott és figyelmeztetni akarta, hogy a fürdőkészen várja. Miután többszöri kopogtatásra választ nem kapott, a házi telefonon próbálta felébreszteni, de a telefon csengetésére sem válaszolt senki. Erre a portás, a szállodaigazgató és a szobapincér együttes jelenlétében felnyitották az ajtót és a padlón véresen, összezúzott homlokkal, eltorzult arccal, kék ajakkal, holtan találták a színésznőt. Az előhívott orvos megállapította, hogy a holtesten több zúzott seb is van. Semmi kétség sem férhetett ahhoz, hogy a színésznőt megölték. A gyilkosság példátlan szenzációt keltek hiszen Tönzberg Olga mióta a szépségversenyt megnyerte, az érdeklődés homlokterében állt, mindenki ismerte, fényképét a világ összes képes lapjai közölték. De az elképedés és meglepetés akkor érte el csúcspontját, mikor a lapok rendkívüli külön kiadása azt közölte, hogy James Goldot, a dollármilliómos Gold Ádám fiát Tönzberg Olga meggyilkolásának gyanúja miatt letartóztatták. A fiatalember kétségbe esetten próbálta tagadni tettét, de minden jel ellene val. A boncolás megállapította, hogy a színésznő halálát nem a testén látható sérülések okozták, hanem arzénmérgezésnek esett áldozatul. Azt talán felbontva hevert a csokoládés és bombonokkal telt skatuja. A megejtett vegyi vizsgálat kiderítette, hogy a doboz tetején lévő valamennyi cukorka meg volt mérgezve. Az egyes adagok hatása feltétlenül halálos volt. Nyilvánvaló volt, hogy a szerencsétlen színésznő, aki gyanútlanul fogyasztott el egy-két szembombont, iszonyú görcsök közepette ugrott fel ágyáról, valószínűleg a telefonhoz akart rohanni, vagy vizet akart inni és közben összeroskadt. Zuhanása közben szenvedte az zúzott sebeket. Természetesen nyomban beidézték Greg igazgatót, aki azonban alibit igazolt. Egész napját Monte carlo töltötte, fogalma sincsen arról, hogy kiküldhette nevében és az ő névjegyével a végzetes cukrokat a színésznőnek. Mindezek után a rendőrség letartóztatásba vette Gold James-t, mert a gyilkosság délutáján történt összeveszés és a szálloda körüli feltűnő, ideges ólálkodása, a színésznő megfenyegetése szinte kétséget kizáróvá tették, hogy a tettet ő követte el. Kiderült, hogy Greg névjegyét a meggyilkolt Tönzberg Olgától kapta, aki azért adta át neki, hogy helyesen írja le a filmigazgató nevét, ha tudósítást küld szerződtetéséről valamelyik labba. Mert arra is voltak tanúk, hogy Gold ezt az ígéretet tette Tönzberg kisasszonynak. A szörnyű gyilkosság Hartwig grófot villámcsapásként sújtotta le. Mindennek vége, mondta egészen letörve Lizinek. Gold nem csak magát tette tönkre, hanem engem is. Benne volt az utolsó reményem, bizonyosra vettem, hogy előbb-utóbb megkapom tőle a pénzt. A hitelezőim már türelmetlenek, megfenyegettek, hogy beszüntetik a zseppénzemet. Lizi is a kezét tördelte. Borzasztó! Zokogta, már annyira beleéltem magamat abba a gondolatba, hogy új életet kezdek, a feleséged leszek és nem kell visszamennem Berlinbe. De hát hogyan lehetséges ez? Meg tudod érteni? Ez a gold olyan kedves, naív szelít fiúnak látszott. Lehetséges, hogy 24 óra alatt ilyen őrjöngő szerelemre gyulladjon. vig vállát vonogatta. Hiszen éppen ez az, amit én sem értek viszont ne felejtsd el, nem szerelemről, hanem bosszúról van szó. Az elkényeztetett milliómos fiú hiúságát sértették meg halálosan. Tönzberg Olga valóban csúnyán megtréfálta. James rajongó, hiszékeny, gyermeklelkű ifjú. Mindent komolyan vesz. Pillanatok alatt beleélte magát abba a gondolatba, hogy ő a nizzai szépség királynő kiválasztott lovagja, és hogy most az irítség központjába került, mindenki arról beszél, hogy a legszebb nő őt tüntette ki szerelmével. Gold erre a hódításra éppen olyan büszke volt, mint mondjuk az úszóbajnok arra, ha világrekordot javít. Téged is azért szeretett meg, mert Tönzberg Olga felbukkanásáig rólad mondták, hogy a legszebb vagy. Goldnak nincsen önálló véleménye, néki csak egy a fontos, hogy irigyeljék. Az ilyen rögeszmés emberek, ha ezen a legérzékenyebb ponton szenvednek vereséget, minden őrültségre képesek. Mondhatom, James csak ugyan teljesen ki volt forgatva magából. Ha a pincérek nem lépnek közbe, talán már a kávéház teraszán verekedése, sőt gyilkosságra került volna a sor. Kopogtatás hallatszott két detektív lépett a szobába. Édelsheim Hanna bárónőt keressük. Mondották. Én vagyok. Mondotta Lizi és kissé elsápadt. A detektívek, akik olyan elegánsak és előkelők voltak, mintha valamelyik angol divatlabból vágták volna ki őket, udvariasan meghajoltak, bemutatkoztak és igazolták magukat bocsánatot kérünk, mondotta az idősebbnek látszó, néhány kérdést kellene méltóságothoz intéznünk. Parancsoljanak! Igaz-e az, hogy ön az utóbbi hetekben minden nap együtt volt a letartóztatásban lévő James Goldal? Igaz. James Gold udvarolt nekem. És ön szívesen fogadta közeledését. Engedelmet, de mi közük van ehhez önöknek? Nagyon sajnálom, ha tapintatlanoknak kell lennünk, de bizonyos kérdések tisztázása feltétlenül szükséges. Igaz-e az, hogy James Gold önnek házassági ajánlatot tett? Nem kérte meg határozottan a kezemet, de félreérthetetlen célzásokat tett arra, hogy feleségül akar venni. Ön természetesen végtelenül kínosan érinthette ezek után James Gold váratlan szakítása. A szállodai személyzet tanúvallomása szerint méltóságot teljesen feldúltan jött haza a szépségversenyről, a szobájából kihallatszott a sírása. Lizi elsápadt. Ezek olyan kérdések, melyekhez senkinek semmi köze nincsen. Sajnos, bárónő, a saját érdekében vagyunk kénytelenek az ügy minden kis mozzanatát megviskálni. A történtek után ugyanis nyilvánvaló, hogy önnek minden oka megvolt arra, hogy a megölt Tönzberg kisasszonyt vetétás nőjének tekintse és gyűlölje. Lizi felugrott. Csak nem hiszik, csak nem gondolják, kiáltotta magán kívül, hogy én voltam. Ez őrület. Képtelenség. A detektív rideg és érzéketlen maradt. Egyelőre természetesen csak arról van szó, hogy a bárónőt kihallgassuk. Mindenek előtt személyi adatait kell felvennünk. Legyen szíves igazolni magát. Szabad az útlevelét kérnünk. A boldogtalan nő egész testében remegett. Hartwig, aki eddig szinte megdermedve ült, végre erőt vett magán és Lizi segítségére akart sietni. Kérem, uraim, mondotta, igazolom magamat. Hartwig János Gróf, osztrák földbirtokos vagyok minden tekintetben kezességet vállalok ezért a hölgyért. A detektív meghajolt. Grof úr korrekt gavallér, de mi rendőrség vagyunk és semmi érzékünk nincsen az ilyen lovagias gesztusok iránt. Szabad kérnem bárónő az útlevelét. Átvette az útlevelet, egy pillantást vetett az első oldalára és meglepett, gúnyos mosoly húzódott az arcára. Áll! Önkurt Lizi színésznő, és nem édelsz helym, Hanna bárónő. Ez fölötte érdekes. De hiszen mindennapos dolog, hogy a fürdőhelyen tartózkodó hölgyek álnéven jelentik be magukat. Kiáltotta kétségbe esetten Lizi. Tudjuk, ennek nincs is komolyabb büntetőjogi következménye. De minden esetre kérnünk kell, hogy kövessen a rendőrségre. Letartóztatnak. Sikoltotta Lizi. Még nem tudhatjuk. Egyelőre minden esetre szembesítenünk kell Gold james -szel. Az ilyen szembesítések során néha igen érdekes és izgalmas dolgok derülnek ki. Lizzie megingott, úgy látszott, mintha el akarna ájulni. De a detektívek nem voltak érzelmesek. Erélyesen karon ragadták és már vitték is kifelé a teljesen összetört, zokogó nőt. Hártvég néhány percig azt hitte, hogy megőrül. Ez a jelenet valóban az idegeire ment. Villám gyorsan cikáztak gondolatai, és egyre világosabbá lett előtte, hogy ez a szörnyű tragédia előbb-utóbb most már őt is elnyeli. A példátlan tetteseinek nevével kapcsolatban állandóan emlegetik őt is, a lapok minden tudósításában élénken kiszínezve említik az ismert osztrák mágnást is, akiről úgy látszik, hogy mind a két nőnek, úgy a gyilkosság áldozatául esett Tönzberg olgának, mint pedig a büntet elkövetésével gyanúsított Kurt Lizinek a barátja volt. Hartwig már látta, hogy mi fog következni. Előbb-utóbb kiderül, hogy Lizi nem is koldott, hanem őt szerette. És ebben az esetben szerepe még gyanúsabb lesz. Mert akkor egészen kétségtelenné válik a rendőrség előtt, hogy féltékenységből ölte meg Olgát, akinek társaságában töltötte a délelőttöt a tengeren és délután a kávéházban. És ebben az esetben csak egyet tehet. Fel kell mennie a rendőrségre és meg kell mondania az igazat le kell lepleznie önmagát, meg kell mondania, hogy egy pillanatig sem szerette Tönzberg kisasszont, hogy Lizivel együtt beszélte meg ezt a kis flirt komédiát, melynek csak az volt a célja, hogy James-t visszacsalogassák Lizihez. Oda kell állnia a rendőrség elé és jegyzőkönyvbe kell mondania, hogy milyen furfangos csalással akarták beugratni James Goldot. Rettenetes! Hartwig homlokán hideg verejték ütközött ki. Igen, nincs más hátra, ez az egyetlen mód, hogy Lizit megmentse a gyilkosság vágyjától. De ha megtette ezt a vallomást, utána természetesen nem marad más hátra, mint hogy azonnal főbe lövi magát. Egészen elgyötörve, kétségbeesetten ült és gondolkozott. Valami rendet akart teremteni abban a káoszban, amely megrohanta. De semmi sem jutott az eszébe. Kábultan, teljesen tanártalanul hagyta el a szállodát. Találomra bolyongott az utcákon, céltalanul és reménytelenül. Arra gondolt, hogy ügyvédhez fordul, de nem ismert senkit, és nem is tudta, hogy tulajdonképpen miről beszéljen az ügyvéddel pénze sem volt, már pedig az ilyen luxus helyeken élő ügyvédek, akik véletlenül olyan bűnügybe cseppennek bele, melynek hősei amerikai milliómosok és európai arisztokraták bizonyára hatalmas honoráriumot követelnek. Már egészen kimerült, a lábai alig bírták a sok gyaloglást, de nem tudott leülni, hajszolta magát, közel volt a megőrüléshez. Hartwig nem bírta tovább a céltalan rohanást teljesen kimerülten ült le egy kis cukrászda teraszára. Valamit ki kellene találni. Zakatolt agyában a kétségbe esett takarás. Meg kell oldani az átkozott titkot. Meg volt győződve, hogy sem James Gold, sem Lizzy nem lehetnek a tettesek, de hát akkor kicsoda. Hirtelen felugrott. Hogy erre eddig nem gondolt. Világos, Tönzberg Olga öngyilkos lett önként vette be a halált okozó mérget. Ennek a feltevésnek ellent látszik mondani, hogy az arzénnel mérgezett cukrokat nem ő vette, hanem küldték neki. De hát döntő bizonyíték ez. Ezernyi példát lehetne felsorolni, hogy az öngyilkosságot először gyilkosságnak vélték. Ki tudja, hogy milyen sötét titkok lehettek Tönzberg Olga életében. Látszólag igen vidám, elégedett leány volt, de hát ha mindez csak komédia volt. Lehet, hogy a sírba akarta vinni a titkát. Ezért találta ki ezt a rafinált öngyilkossági módot is. Ezért preparálta a méreggel az idegen által küldött cukrot. Úgy akarta feltüntetni halálát, mintha véletlen szerencsétlenség vagy gyilkosság okozta volna. Vannak büszke, gőgös lelkek, akik sohasem vallják meg, hogy csatát vesztettek. Hárt véget ez a felfedezés egészen felvillanyozta. Érezte, hogy ezúttal jó nyomra tévedt. A fáradtságát, mintha egyszerre eltörülték volna. Felhajtotta a megrendelt viszkit és már rohant is. Ezúttal biztos, határozott célja volt. Az excelsior szállodába vitette magát az autón. Szerencséje volt. A portástól azt a felvilágosítást kapta, hogy Elli Bantinga szobájában van. Néhány perccel utóbb már ott állt a szép táncos nővel szemben. Elli nagy változáson ment keresztül az utolsó két nap alatt. Látszott rajta, hogy a borzalmas eset rendkívül megviselte. Ne nézzen, rám, mondotta Hartwignek, á, ez a rémes gyilkosság egészen tönkretett. Nem tudok magamhoz térni, folyton sírógörcseim vannak. Szegény, drága jó barátnőm! Tíz éve jártuk együtt a világot. Igaz, neki sokkal nagyobb szerencséje volt, mint nekem, de azért rendkívül szerettem. Csipkedtük egymást, de alapjában véve elválaszthatatlan barátnők voltunk. Megtörölte könnyeit, és heves mozdulattal fordult a grófhoz. Már fel akartam önt keresni. Az Isten szerelméért mondja meg nekem, ki ez a gold? Ez a szörnyeteg, akit szegény Olga meggyilkolásával vádolnak. És az a Bécsi színésznő. Mit tud róluk? Mióta ismeri őket? Mi köze van hozzájuk? Én is csak rövid ideje kerültem a társaságukba. Itt Nizzában ismerkedtünk meg de amennyire megismerhettem őket, kizártnak tartom, hogy ők követhették el a gyilkosságot. Ellinek kipirult az arca a szenvedétől. Hát én nem tartom kizártnak. Hiszen az öntisztelt goldja vélem szemben is úgy viselkedett, mint egy neveletlen fickó. Úriember nem csak olyan példátlan botrányt, mint amilyent ő rögtönzött a kávéházban. Ó, ettől az embertől mindenki telik, kivéve mégis a gyilkosságot. Én sokkal valószínűbbnek tartom, hogy Tönzberg Olga öngyilkos lett. Á, igazán. Lehetségesnek tartja. Igen. És éppen ezért jöttem magához. Maga jól ismerte Tönzberg kisasszonyt, bizonyára elárulta magának apró titkait is nagyon kérem, próbálja emlékébe idézni azokat a beszélgetéseket, melyeket az utóbbi időkben folytattak. Talán ott megtaláljuk a nyomra vezető pontot. Sohasem panaszkodott ön előtt csalódásról. Nem volt titkos szerelme. Vagy talán betegsége, szenvedélye. Bármennyire is haragszik öngold Jamesre, kötelessége segítségére lenni, ha ez módjában van és a szerencsétlen kurt Lizit sem hagyhatjuk ártatlanul a börtönben sínylődni. Elli bámulva nézett a grófra. Ön csak ugyan okos ember. És most, hogy mondja, sok minden világosodik meg előttem. Szegény Olga, valóban nagyon szeszélyes, kiszámíthatatlan lélek volt, aki teljesen rabja volt idegeinek. Két év előtt, mikor Párizsban voltunk szerződésben, egyszer már öngyilkos akart lenni egy orvos miatt, akibe beleszeretett. Akkor egy ideig morfinista volt, erőszakkal kellett elvenni tőle a mérget. De most nyoma sem volt nála a csalódott szerelemnek. És boldog volt, mert Greg szerződtette. Igen, ez egészen homályos dolog. Ó, megvan, megvan. Az izgalom egészen megváltoztatta Elli arcát. A szeme csak úgy csillogott a benső tűztől. Beszéljen, kérem! Sürgette Hartwig. Az elmúlt év tavaszán éppen ma egy éve Barcelonában voltunk szerződésben. A varietében, ahol felléptünk, egy hindu bűvész is produkálta magát. Ez az ember csodálatos hipnotikus mutatványokat mutatott be, érdekes, de félelmetes ember volt. Rettegtünk a pillantásától. A hindu állandóan üldözte szerelmével Olgát, aki azonban írtózott tőle. Egy napon, mikor Olga megint visszautasította és kérte, hogy szüntesse be üldözését, a fakír szörnyű haragra támadt, rámeresztette szemét és azt kiáltotta. Ha nem leszel az enyém, úgy mához egy évre, pontosan ezen a napon meg kell halnod. Olgára rettenetes hatással volt ez a jelenet. Elájult. És mikor magához tért, azonnal csomagolt. Ott hagyta szerződését és elutazott Barcelonából. De azóta állandóan gyötörte ez az emlék. Gyakran panaszkodott a hinduról, aki megjelent álmaiban és fenyegette. Idegorvoshoz is járt, de nem tudták ebből a rögeszméből kigyógyítani. Hárt izgatottan ugrott fel. Azonnal autóba ülünk. Ezt nyomban tudatnunk kell a rendőrséggel. Kérem, öltözzön fel gyorsan, én addig itt várok ebben a szobában. Elli átsietett az öltöző szobába. Körülbelül tíz perc múlva tért újra vissza. Mehetünk? Mondotta. Hártvég sápat volt és szórakozott minden idege remegett, csupa türelmetlenség, égő izgalom volt, mint aki alig várja, hogy végre felderítse a rendőrség előtt az igazságot. Mikor igazolták magukat és megmondták, hogy milyen ügyben jöttek, azonnal fogadta őket a bűnügyi osztály főnöke. Uram, kiáltotta a gróf, azért jöttünk, hogy megnevezzük az igazi bűnöst és kérjük az ártatlanok szabadon bocsátását. A rendőrfőnök elképedve nézett rájuk kérem, parancsoljanak, azonnal jegyzőkönyvbe vétetem vallomásukat. Én figyelmeztettem az előbb Hartwig gróf urat, hogy Tönzberg Olga, aki jó barátnőm volt, minden valószínűség szerint öngyilkosságot követett el, mégpedig hipnotikus parancsra. A tettes egy Ibn Nadir nevű indus fakír, aki az elmúlt esztendőben Barcelonában produkálta magát. Nem, kérem, ez tévedés, mondotta most erélyes hangon Hartwig. A tettes itt áll ön előtt, rendőrfőnök úr és a neve Elli Banting. Őrült. Hogy meri ezt mondani? Sikoltotta Elli. De Hartwig gróf most a kabátja zsebébe nyúlt és egy kis majolika dobozt húzott ki onnan. Ismeri ezt a dobozt, kisasszony. Az ön szobájában találtam. Már amikor beléptem oda, feltűnt nekem egy kis török faragású szekrényke. Ismerem jól az ilyen szekrényeket. Szenvedélyes gyűjtője voltam ugyanis valamikor a rejtélyes bútordaraboknak, melyeknek rejtett, titkos fiókjai és zárai vannak. Kívülről ártatlan ékszertartók vagy nippek, valójában azonban ilyenekben tartották a középkor híres méregkeverői üvegcséiket. Mikor ön a másik szobába ment, hogy átöltözzön, egy pillanat alatt kinyitottam a szekrényt, hiszen ismertem a titkos rugót, melyet lapos tenyérrel kell kör alakban forgatni, hogy megnyíljon. És abban megtaláltam ezt a kis majolika dobozt. Cukorkák vannak benne. Különös véletlen folytán ugyanattól a cégtől, amelytől az Olgának küldött cukrok is származtak. És mellettük ez a kis ecset. Bizonyos vagyok benne, hogy a kémiai vizsgálat ezen az ecseten fel fogja fedezni az arzénnyomokat. Meri még tagadni, hogy ön a tettes. Ön gyűlölte minden csepp vérével a szerencsésebb betétásnőt. Bevallja. De Ellie Banting már nem tudott válaszolni. Ájultam feküdt a rendőr karjában. Két héttel utóbb a Washington luxusgőzhajó első osztályán három boldog ember utazott Amerika felé. Ők álltak a hajó érdeklődésének központjában, mindenki csak őket nézte, és minden arc, amely feléjük fordult, mosolygott, mintha mindenki külön akarta volna őket jó akaratáról biztosítani. James Gold büszke volt. Érezte, hogy olyan szenzációs regénytémát kapott a sorstól, melyel, ha megírja, karriert fog csinálni. Hiába, megmondta neki Zsan úr, hogy az első fejezetnél még sohasem lehet tudni, hogy milyen érdekes és izgalmas bonyodalmak következnek a többiben. Lám Hartwig gróf sem sejtette, hogy mégiscsak feleségül veheti Lizit és üzlettársa lesz James Goldnak. Igaz, hogy nem Európában, hanem Amerikában. Hartwig mosolygott, mikor arra gondolt, milyen túláradó barátsággal ölelte meg őt az ifjú Golda börtönből való kiszabadulása után. Azonnal felajánlotta, hogy társul a petróleumtelepek megvételéhez. De Hartwig sajnálkozva közölte, hogy a vételt lekésték. Igen, Hartwignek elég volt az izgalomból. Túlságosan közeli érintkezésbe jutott az elmúlt napok folyamán a rendőrséggel, és ez alaposan elvette a kedvét minden további szélhámoskodástól. James azonban nem tágított. Megmagyarázta Hartwignek, hogy néki is okvetlenül szüksége van az üzletben valakire, aki őt helyettesíti, mert egyelőre hosszú ideig csak a regényének írásával lesz elfoglalva. És ő senkiben sem bízik, csak abban, akinek becsülete visszaszerzését és szabadságát köszönheti. És így történt, hogy most hármasban utaztak a nyílt tengeren, derült ég alatt, felszabadult, vidám lélekkel és nagyon elégedetten. Vége.